Jaj, már elkezdődött a videó? Na szevasztok gyerekek, én Bali vagyok és itt vagyunk egy újabb videóval, ez egy unboxing videó. Igen, megjöttem, ott szárad a szakács kabátom. Na most nem azért csinálom ezt a videót, ugyanis rendeltem egy kormányt az Eurotruck szimulátorhoz, ami megjött. Aha. És most egy ilyen unboxing videó lesz, úgyhogy nem tudom most hova tegyek titeket. Valahogy itt megoldjuk. Hogy azért lássátok is. Meg hát. Én is ki akarom csomagolni. Ugye ott van a szállítási cím, de ezt most itt letakarjuk, és megint a kormány. Ez egy elég furcsa márkájú kormány. De majd mindjárt meglátjátok. Azt tudom, hogy bontsam fel, mert úgy be lett tekerve. Mint Molnár Krisztián, szarrá vágom a kezem. Hát ilyen se volt még a csatornán, hogy ez az első igazi élő unboxing videóm, igaz, hogy ezt magamtól kaptam, vagyis magamnak rendeltem, de akkor se volt még unboxing a csatornán. Szépen kibontjuk. PlayStation 4-hez, Xbox One-hoz, PS3-hoz és PC-hez jó ez a kormány. Spirit of Gamer Race Wheel Pro 2. Azt mondja, hogy a kormány 180 fokba fordítható, van rajta sebváltó, illetve ugye a pedál van hozzá. Frissen tartó fóliával van becsomagolva, és itt van a garancia is. Aha. Ez a legfontosabb gyerekek, a garancia. Azt mondja, hogy itt van igen az összeg. Garancia, egy szállító levél, igen, garancia. 24 hónap, igen, 2 év. Ja, igen, erre voltam kíváncsi. Aki szeretné tudni, igen, a Ipon Computer Kft-től rendeltem. Remélem amúgy mind... Ó, még ilyen kis fogantyúja is van neki. Igen, így meg tudjátok nézni. Ez a márkája. Remélem ki tudjátok olvasni, mert most fordítva van minden. Na majd kiderül. És akkor nézzük a tartalmát, hogy az lesz-e benne, amit mutattak. És hát nagyon remélem, hogy az lesz benne. Itt van neki ugye egy telepítő CD, amit úgyse fogok használni. Lehet, hogy át kéne tenni titeket egy másik szögbe. Mert én nem biztos, hogy látni fogjátok. Azt mondjuk. Azt letesszük oda. Jöttök ide. Ez meg ide. Mondjuk így, ha jobban látjátok, mindjárt kapcsolok villanyt. Hát nem hiszem, hogy így jobb. Itt van neki egy használati útmutató. Itt hogy kell beállítani. Minden nyelven van, kivéve magyar nyelven nem. És itt van a pedál hozzá. Hát jó, bele tudtátok szorítani ebbe a zacskóba, basszátok meg. Telefonkábeles csatlakozó, így egy normál sima kettes pedál és egy gáz és ugye a fék. És akkor itt meg ugyebár van a kormány és más is tartalmaz a doboz. Ugye ez egy USB-vel csatlakoztatható kormány. Még azt kell mondjam, hogy egész jól néz ki. Srácok. Még azt kell mondjam, hogy tényleg egész jól néz ki. Van rajta egy jó pár gomb. Illetve 180 fokba fordítható. Ez a 180 fok. Oldalt van kormány.
Itt is vannak ugyebár gombok, jobb oldalt, itt háta mögött is van ugyebár gomb. És a váltó, igen, ez meg egy ilyen felleváltható. Na hát ez pont elég lesz így nekem, ezek a oldalt gombok, ezek nem tudom, hogy mik lennének, ez a 4-2-3-1, ami ott látható végig. Na, akkor most dugjuk össze a géppel, és nézzük meg, hogy hogy szoper rá, és jön egy vágás. Na szóval srácok, beszereltem a kormányt, kicsit beállítgattam, elég sokat szenvedtem vele. Konkrétan mennyit szenvedtem vele? Ez egy kerek egy napot szenvedtem vele, hogy rájöjjek, hogy mi a probléma a kormánnyal, sajnos így nem ajánlom senkinek. Amint látjátok, itt van a kormány, ugye beszereltem, hoppá, meg is nyomtam a gombot. Beszereltem, működik a pedált is, beszereltem, ki is próbáltam, de mire rájöttem, kellett ahhoz egy nap. Mert elméletileg lehet neki mindenféle módot beállítani, még egyéb dolgokat. És mi a probléma vele, mondom, hogy nincs lesz a probléma. Amit kaptok hozzá CD-t, azt véletlenül se telepítsétek fel vele, mert azzal csak rosszabb lesz. Tehát tulajdonságok, probléma az, ugye itt láthatjátok mögöttem a gombokat, nyomom a pedált, az a kettes gomba gáz, egyes gomba fék. Itt oldalt, ez is kettes gomb, másik oldalt, ez is egyes gomb, ugyanúgy, mint a fék. És akkor itt van ugye, amit én már most lesatíroztam, ez a két gomb, ugye mint a, mi az már a Xbox karokon, ez is egyes gomb, meg ez is kettes gomb, tehát összesen három kombinációja van az egyes és kettes gombnak. Tehát egyszer itt két oldalt, a gázfék, illetve itt jobb oldalt a számok. Tehát ez is már egy hiba, hogy háromszor ugyanaz a séma az egyes, kettes gomb. Illetve a 11, ha ez a 13-as, még annyira én sem nagyon jöttem rá. Ugye vannak a nyilak, amiket most láthattok itt. Most nyomom jobb oldalt, vagy bal oldalt ugye a nyilakat. Ugye a kormányzás. Hát itt van még neki egy holt játéka, amit nem érzékel. Ezt nem tudod beállítani. Az illetve lehet neki érzékenységet állítani. Ha az Options és a Share gombot nyomod, akkor elkezd világítani a zöld LED. Ezt most nem tudom megmutatni, és hogyha ezt megnyomod, akkor elméletileg érzékenyebb lesz. De semmi nem változik. Hiába nyomod meg a Home-ot, mert elméletileg a Home-mal mented el, hogy ezt a beállítást szeretnéd, de nem csinál semmit. Ezzel engem nagyon felmérgeltek. Na még lehet, hogy talán állítódik. Ja, meg van ugye a 7-es, 8-as. Abból is van többféle változat, például ez is itt a 8-as. Ugyanúgy, mint a felváltás, az is a 8-as. Ez 6-os. 8-as, 12, 11, tessék a 11 is 8-as, a 8-as is 8-as, tehát a 11 is 8-as, meg a 8-as is 8-as. 7-es is 7-es, ugyanúgy, mint a leváltás, 5-ös, 9-es, és akkor 10-es gomb meg nincs itt. Így hagyjuk, az most akkor 6 villogjon. Illetve ugye a gázfék is, azokat sem lehet növelni, tehát ezek is olyan, mintha egy rendes gombot megnyomnál. És ehhez, hogy ezt a beállítást így eljussak idáig, ehhez nekem kellett egy ilyen más, hát egy napos szenvedés, mire rájöttem, mert elhoztam. Ugye bedugod, feltelepül magától egyértelműen, úgy nem bírtam beállítani, mert olyan volt.
Visszalépek. Na, működj már. Ugye elfordítottam a kormányt, és ez a tenge itt, ennyi fordulásnál már egyből ideugrott, abban a szent pillanatban odaugrott. Tehát ideugrott, az ennyi fordításnál. Nem tudtam rájönni, hogy ez miért van. Itt állítgattam össze-vissza, ugye ott a kézikönyv, abban van olasz, francia meg angol, de mivel én angolul annyira nem tudok, ezért nem tudtam beállítani, de szerintem most se írja le normálisan. És mire ezt rájöttem, elmentem, és hát hazamentem, ugye én már nem anyuékkal lakok, hanem a barátnőmmel lakok együtt. Hazamentem, mondom, hazaviszem, megnézem bátyámnak a gépén, hogy szuperál. És ugye vette ő egy számítógéphez való USB-s Xbox 360 kart, és ahhoz kellett egy ilyen Xbox 3 kontrollert letölteni. És ugye neki az már megvan, úgy de rossz, hogy átlátszó a szemem, most nézem, hiszem, hogy nekem itt van a másik monitor is, megy rajta az OBS. És ugyebár, hogy neki volt egy Xbox 3 kontroller, feldugom, elkezdem forgatni, beszarok, itt tökéletesen működik, hát nem hiszem el. Na mit csinálok, kipróbáltam egy játékot, nála tökéletesen ment, érted? Hát mondom, felvartam az egész agyamat. Bocsánat, hogyha szar lesz a minőség, most vettem észre, hogy itt van a mikrofon. Aztán ugyebár itt is próbálgattam beállítani, hát ugye elfelejtettem naim, hogy melyik gomb micsoda, és akkor beállítottam erre, és az egyes gombot amarra, és az egyes gombot amarra, és akkor látom, hogy nyomom a vizét, az egyes gombot, közben pedig az egyes gomb ugye a gáz lenne, elkezdem nyomom az egyes gombot, és akkor csak a fény felvillan. Mondom, ez mi a fasz? Én nagy nehezen be tudtam állítani, most nem akarok végigmenni rajta, hogy állítottam be. De most már eljutottam arra a célra, hogyha nyomom a gázt, akkor ugye előre fele megy. Ugye a joystickkaron csinálom az indítást, akkor jobbra indexel. Illetve most már a kanyarodás is normális. Mert ugye eddig olyan volt a kanyarodásom, hogy megfordítottam a kormányt ennyire. Megállok, már nem akarok neki menni semmi, de megfordítottam a kormányt ennyire, mint hogy látjátok a játékban is. De viszont, amíg nem volt normálisan beállítva, ennyi fordításnál ilyenre fordult a kormány, de abban a szent minutumban. Nem mondom, át, hát én ezt így visszaküldöm, úgyhogy végül mire ezt rájöttem, hogy ennyi küszködés árán be lehet állítani mégis a kamiont, és hát a kormányt. Így úgy döntöttem, hogy inkább mégse küldöm vissza, hanem még baszakodok bele, és hát ha meg tudom csinálni normálisan. Tehát ennyire tudtam megcsinálni, hogy így most már lehet bele játszani normálisan. Érzékenységet föl. Én is a váltóra állítottam be ugye a szőlőlapátot. Én nem tudom mit állítottam be. De lényeg az, srácok, hogy ezt a fajta kormányt leírásba kiírom, de ez a Spirit of Gamer Racing Wheel 2 Pro, én ezt nem ajánlom senkinek, tehát nagyon sok baszakodás kell ahhoz, hogy talán úgy működjön, ahogy te szeretnéd, tehát én ezt nagyon nem ajánlom ezt a kormányt senkinek. Én most ezt fogom használni egy jó ideig, amíg nem veszek egy másikat, de az biztos, hogy amit veszek a másik kormány, az biztos, hogy egy Logitech G27 lesz, ugye annak nagyobb forgás van a kormánynak, nem csak ez a 180 fordulatos, 180 fokos, hanem azt hiszem annak 900 fokos a kormánya. Aztán az úgy sokkal jobb lesz, illetve annak a váltója külön váltós, és több mint valószínű, nem kell ennyit vele küzdködni, mint ezzel. Én most egy darab
darabig ezt fogom használni, aki nézi a live-émat, az látni is fogja, hogy ugyanígy itt lesz a kormány felszútja. Nem ezzel a játékkal játszok, akkor nem lesz itt. De hogyha Eurót rákozok, akkor biztos, hogy itt lesz a kormány. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani erről a kormányról. Tényleg, hogyha a kormányt akartok vásárolni, akkor ne ezt vegyétek. Remélem a hangminőség is jobb lesz. Majd még próbálok rajta valamit csinálni. Így köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel nyugodtan a csatornámra. Én Bali voltam, sziasztok!